ez a közvetítés is fel fog kerülni a YouTube csatornára, úgyhogy szerintem érdemes azért csak visz felnézegetni, mert ha bár le is maradtatok volna egy bizonyos közvetítésről, akkor ugyanúgy vissza tudjátok azt nézni. Miért neveztem el Kérdezz Felelek Körnek ezt a mai adást? Ezt azért neveztem el ezt így igazából, mert eléggé régen beszélgettünk már bármiféle témáról, és azt gondoltam, hogy bármiről, bármivel kapcsolatban, ha kérdésetek van, mi én legalábbis válaszolni fogok, tőlem terhetően megteszek mindent, hogy megválaszoljam a kérdéseket, és eközben Hero League-et nyomhassak. Úgy fog menni ez az egész dolog gyakorlatilag, hogy fel fogom olvasni a kérdést, és akkor azután már rá is fogom mondani a választ, hogy azoknak kedvéért, akik visszanézik a YouTube csatornákon a felvételeket, akkor tudják a kérdést, hogy milyen kérdés hangzott el, mert ha csak elmondom a választ egy bizonyos véleményről, akkor csak találgathatnának az emberek, hogy most miről van szó. Lemaradtunk, gyerekek, hát hogy tehettek velünk ilyet YouTube-osokkal? Hát röviden egyerőle ez a legrövidebb dióhéjban való hírem. Meg ugyebár lesz majd több is, majd egy kicsivel később még elmondok még egy pár újdonságot. Igaz, hogy nem hírózóztomhoz fog tartozni, de nekem, mint hát mondjam azt, hogy Heroes of Storm-os Blizzard-os fanatikumnak kötelességemnek érzem, hogy majd mindenről tájékoztassanak benneteket, legyen szó bármiről is. Na lássuk, mit kellene játszanom. És megint megkaptam a specialistát. Hát ez nem lehet igaz. Akkor én szerintem én válaszolni fogok egy Diablót, bárki akár szereti fogják, akár nem, én Diablót fogok most pikkelni. Azmodán szerettem volna legalább, hogy a specialista questet is meg tudjam csinálni egyszerre, de úgy tűnik, hogy ez most igazából le fog maradni. De semmi gond. Vagy talán esetenként még egy Karazim healt is bepikkeltek, hogyha valaki nem akarna healeni abban az esetben, de hát az majd elválik, hogy ki mit fog pikkelni a játék vége fele. Na hát micsoda egy pikkelési Arthas, már elég régen láttam. Keltas meg eléggé ritkasággal látom őt is. A Morales az ugye persze meg egy gyakori pikk mostanában az új ebben a metában. Észrevettétek amúgy, hogy egy bizonyos bajnokságok, meg hogy emberek viselkedése, meg profi játékosoknak a pikkelési módszere mennyire tudja megváltoztatni a játéknak az ízét, sava borsát? Mert őszintén megmondom, örülök neki, hogy most valakitől tudnak tanulni, de megmondom őszintén, én nem nagyon preferálom ezt, mert igazából az ember jó, hát most megnézi a talentet, megnézi, kipróbálja, meg minden, de attól függetlenül a kombok ugyanúgy léteztek, tehát ugyanúgy létezett a Keltász, ugyanúgy létezett az Arthas, és ugyanúgy, mint CC. Regár is létezett, mint Healer, és még sorolhatnám, a Valla DPS-t is még sorolhatnám, hogy ugyanúgy létezett, még a Falsted is létezett, és most mégiscsak most ezekben az időkben pikkelik be őket. És ne értsetek félre, nem akarsz ki engem, csak
olyan furcsa, hogy nem... Hogy egyszerűen... Én legszívesebben most tudjátok, mit pikkeltem volna? Bepikkeltem volna még egy Azmodán specialistát most jelenleg, mert akkor legalább három questet egyszerre tudtam volna csinálni, és most nem kellene most még többet megcsinálnom egy idő alatt. Külön-külön. Na mindegy, hát ez csak az én véleményem. Hűha, de sokan lettünk itt hirtelen. Szer, üdvözlet mindenkinek. Főleg, hogyha kimutatná, hogy ki van a nézők listája közül. És persze, hogy jelenleg nem érhető el, később próbáld újra. Semmi gond. Towers of Doom az első mappunk. Hát annyiban előnyben indulunk végül, hogy nálunk sokkal több kezdeményező karakterünk van. Nem mondod, hogy ilyen sárga a regár. Ez elég vicces. Ezt a karácsonyi skint is régen láttam már. Regáron. Emlékszem még azokra az időkre, amikor a Warcraft hősök... Ugye a Warcraft hősök árasztották el az egész Nexus-t, de most kivételesen most a Diablo világa árasztotta el ezt a Nexus kapuinak az áradatát. És most már lejött a Morales. Oké, akkor addig nem fogom tudni megölni a szívem azt, amíg ezt a Morales ki nem szedem a... gyakorlatilag a fejére az útból. De mondjuk manája az most nem sok van. Bár mondjuk nem is kutazott még. Nem sikerült elkapni. Lenti altár megnyílt. Ideje töltekezni, aztán lefelé indulni minél gyorsabban. Hát ezek gyorsan bedarálódtak. És az a vámpirált a skin van rajta. Oh. Most már látom, élőben is. Nessa neked. Basztad. Nessa
Tehát ez most gyorsan összegyűlt a 100 lelkem, úgyhogy panaszomra nincs okom. És most fogytam ki manából. Írta Petőfi Sándor. Még egy gyors megjegyzés, még hogy majd Xúrnak a bemutatójára is hol fog kerülni, csak először gyűjtsem ki arra rá a gólot is, ugye? Mert az sem ártana. Középső meg alsó. Gyertek, ott várni foglak benneteket. Ó, fent buli van. Kapjuk csak el azt a Moráleszt. Ez meg is volna. Itt jön Batman! Na most fogok meghalni. Ja, hogy halálom után is kapom a lelkeket. Ó, de jó. Ho-ho-ho. Na, ezt nem mertem volna meggondolni. Megmertem volna esküdni, hogyha az is, hogyha nem vagyok ott a csatában, akkor nem kapok lelkeket, de kapok.
majdnem. Oké, nem volt jó ötlet, nem volt jó ötlet. Ez az. Jó van. Ez a lényeg. Szépen szedegetjük be a tóvereket. Ez a lényeg. Nem tudok falon keresztül, nem. Pedig milyen aljasság lett volna, hogy falon keresztül így áttörni. Még épp időben. Falsztett ide sunnyoghat, de nem fog jól járni. Ó, egy arti. Jó estét, Inti, mindenket, mi újság? Gyorsan elhullanak, mint a legyek most kivételesen.
Az a lényeg, hogy el vagy ti, mi az a lényeg. Elég lesz az. The altars have risen. Nagyon szétestek szegények. Meg a mája. Erre aztán lőhetted a heroikot. Nem volt ideje, hogy életben maradjon. És... tetszik ez az által skin pedig. Hátos neked, ez nagyon jó, tehát nagyon bejön nekem egyébként. Na jó, meg is volt az első, mert csak akkor. Mehetünk a kövire. És ha minden igaz, igen, szó 10 000 lett. Jap. Csak ahhoz kellene nekem egy kis zsuzsetta. Mégis megadták majdnem az ilyen dreadlordos ilyen kinézetet neki. Mondjuk kíváncsi vagyok az átszínezésére. Majd a legközelebbi alkalommal. Na hát most akkor igazából most beszéljünk inkább közben a pikkelések közben, hogy mi is történt a Nexus házatáján. Ugyebár de ez nem nagy titok szerintem, bár ez bárki tudja. Én most pikkelek egy
Gezló, nem, most már nem Gezlót, akkor egy Karazim hívet mondjuk. Na szóval, ugye megjelent ugye a Arthasnak ugye a legújabb ilyen vampír skinje. Továbbra is jönnek az ilyen váltakozó, ilyen dinamikus bándölök. És visszatért a megvásárolható hátosok közé a 20 000 aranyba kerülő kis pénzes malac, én ezt úgy hívom, hogy piggy bank gyakorlatilag, mert tényleg az. Na szóval, újra meg lehet venni most már 20 000 goldért az aranytallér hátos mellett a malac hátost is pluszba. Úgyhogy aki most azt még nem tette meg, hogy meg akarja venni, akkor most itt van a lehetőség rá, és akkor most meg lehet tenni bárkinek bármikor. És az most már szerintem senkinek sem titok, aki nézett legalább egy Facebookot, vagy egy adathalászatban kijártas phishing skillt húzott magának, akkor ki is derítette saját magának, legalábbis remélhetőleg, hogy... De ha nem is, akkor most elmondom nektek, hogy a következő hős várhatóan, azon kívül, hogy a Trace-e ugye majd az Overwatch-sal fog jönni, de hát az egy kicsivel még odébb van. Dehaka lesz a következő, a StarCraft 2 univerzumból egy tank, egy Zerg tank. És... hát nem tudom, igazából én számoltam arra, hogy Dehaka az most végül is be fog kerülni a játékba, de arra nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar is, ilyen gyorsan fog majd bekerülni majd a játék készítése során, folyamatában. Hát annyit tudtam meg belőle legalábbis, amit én most megnéztem, hogy tehát könnyű egy tank lesz, tehát nem lesz olyan nagy bonyolult vele játszani az állítások szerint. Most egy kis... tetszik a borítókép, Imtimi, nagyon szépen köszönjük, hogy a borítóképet dicséred. Emis barátunk igyekszik a tőle tehető legjobbat kihozni magából. Úgyhogy még egyszer köszönjük a dicséretet. Na szóval... hogy ki is Dehaka? Dehaka ugye a StarCraft 2 univerzumban jelentkezett, mert a Hurt of the Swarm kiegészítőben a Primal Zerg-öknek a kisebb csoportjának, törzsének a vezetője, amely evolúció vadászatai és gyilkolásai során folyamatos evolúcióban van. Lélek eszenciákat gyűjt annak érdekében, hogy annál minél erősebb legyen és minél hatékonyabb legyen a támadása, erősebb legyen a páncélja. Hát igen, mint egy tipikus ilyen tank karakter lesz majd. És most egy kis Nexus-tól távolra eső téma, Overwatch. Igen, beszélnem kell most az Overwatch-ról, és hogy miért kell beszélnem, mert hamarosan itt van a nyakunkon, konkrétabban május 3-ától, aki előrendelt, vagy Origins, Overwatch Origins-el rendelkezik, az, ha minden igaz, elméletileg a kódot ki fogják küldeni a vevőknek, és hozzáférés fognak kapni az Early Access-hez. És az igen, egy kicsit eléggé furcsa, hogy Early Access-hez kell egy játéknak a magának a megvétele ahhoz, hogy teljes mértékben működjön a dolog. Na mindegy, hát az a lényeg, hogy hamarosan itt van, most már nem kell nyárig várnunk, nem kell, mert a hivatalos megjelenés ugye, az pedig
január 23-a, 24-e körülre várható. Ám egy biztos, aki már előrendelt, meg vásárolt, akkor az már birtokába veheti a kibernetikus kardjait, mechanikus puskáit, robbanószereit, mert készülhet május 3-ával az Open nyitásra. Következő nagyobb hír, ez szintén Heroes of Storm-tól távol off-topic lesz, ez pedig a Hearthstone-ban befarmol Hearthstone Paladin skin beformulása World of Warcraft-on keresztül. Nos, ugye most van egy ilyen promóció, egy lehetőség, hogy egy saját külön bejáratú skin kinézetet szerezhessünk a Hearthstone Paladin hősünknek, ami gyakorlatilag annyit fog foglalni magába, hogy nem kell World of Warcraft-ban előfizetése rendelkezni annak, akinek ezt meg akarja szerezni, hanem elég, hogyha a kezdő edition-nel vagy a starter edition-nel elkezd játszani, és felhúz egy karaktert 20-as szintre, és miután ezt az illető ezt elérte, azután lesz lehetősége megkapni, és meg is fogja kapni a Leandrim Paladin Hearthstone hős kinézetet. Bár eredendően úgy tervezték egyébként magát a hőst, hogy a Silver Recruit katonákból ilyen elf katonákat idéznek meg, de a játék készítői úgy nyilatkoztak ezzel kapcsolatban, hogy nem lesz, azért nem lesz berakva ez a funkciója, hogy elf katonákat idézzen meg két manáért, mert gyakorlatilag összeomlasztotta volna, meg összeomlasztja a játéknak a mechanikáját, tehát teljes mértékben backcrasheli a játékot, legalábbis ez a hír mondás terjen. Hát nem tudom, ezzel kapcsolatban a véleményem igazából csak az, hogyha most meg tudták csinálni az effekteket úgy, hogy teljesen más legyen a harcosnál, meg a mágusnak az effektjeit, akkor az igazából miért van az, hogy ez most külön nagy problémát okoz, de mindegy, hát végül is most ezt elmondták, hogy miért, de legalább most lehet kaphatunk egy ingyen aranyozottan tündöklő Leandrim, Lady Leandrim kinézetet Hearthstone-on keresztül, World of Warcraft-on keresztül, de Hearthstone-ra. És hogy ki Lady Leandrim? Nos, Lady Leandrim, ő a Blood Elf paladinoknak a úgymond tanítómestereme és képviselője. Mondom ezt így inkább. Nem akarok butaságokat sem mondani. Mert hazudni nem akarok, becsapni embereket nem akarok. Az a lényeg, hogy a vérelfeknél játszott nagyobb szerepet, részt vett ugye a Samwell újra aktiválásának az eseményein, Pandáriának az ostromvezetésén is részt vett az Isle of Thunder-on keresztül is részt vett, és illetve Drenoron is aktívan részt vesz a csatákban a jelenlegi állások szerint. Tehát hát igazából végzi a dolgát, tehát mint paladin elvég ellátja feladatát, katonai kötelezettségét ellátja és szolgálja a vérelf népséget. Ez éppen nem sokon múlott.
Hát inkább most healerre kigyúrom magamat, mert elég nagy DPS-ük van így is. Ám sajnos még igazából, ami most engem nagyon elszomorított most a hír, hogy még egyelőre még a Legionről még igazából sok mindent nem tudtunk meg. Jó, legalább túlélte. Csak tudatni akartam vele, hogy itt vagyok az élélek jelenlétben. Tehát sajnos igazából World of Warcraft-ról hírt nem kaptunk, Diablo-ról meg kaptunk információ morzsákat, itemekről, meg beformolható szányokról, de igazából ez hát sajnos ez a Diablo rajongóknak ez nem igazán tud kedvezni, sajnálatos módon. Hát nagyjából elmondtam a Blizzard házatáján most éppenséggel, hogy mi folyik. Hát igen, hőszobban azt mindjárt, mindenki tudja, jön a The Whispers of the Old Gods, az hamarosan érkezik. A promóció során be lehet farmolni a Legendary Kutunt, és ahhoz kezdődő pakli csomagot, amivel el lehet kezdeni. Rendben van, de szólkodni kéne topon is. Hát én ráérek ütögetni ezt a gyönyörűséget. Na mindjárt mehetünk lefele is. Már megyünk is. Most egy kis DPS-t azért. Na, ajaj. Hát ez nagyon nem jó. De mi lassított be? Na akkor már úgyis itt vagyunk egy páron, akkor most azért most így elmondom most az embereknek most, hogy érdemes felnéznetek YouTube-ra is azért, mert nem csak ez a közvetítés fog felkerülni YouTube-ra, hanem még az előző heti közvetítésünk is felkerült ugye a YouTube csatornánkon, úgyhogy azért érdemes azért felnézegetni. Hűha!
De miért ilyenkor szalad be, amikor már elmúlik a hatás? Hát az nem 6-10 másodpercen keresztül, hanem az csak egy bizonyos idő. Az. Ajjaj. Na jó, ezek most betörték a koponyánkat szó szerint. Leszopódtunk. Hoppa. Na, diablós quest az pipa. Akkor már csak specialistát kellene játszanom minél többet. Hát nem tudom, akkor én igazából ennek a kérdez felelekkőnek nincsen nagyon túlzottan nagy érdeklődés, most úgy látom, vagy lehet, hogy majd később lesz. De úgy tűnik, hogy ennek ez még túl korai volt ezt a ötletemet most előnöm most. Hogy vagyok? Imtimi kérdezi, hogy hogy vagyok. Nagyon szépen köszönöm, jól vagyok. Szépen eltelt a hosszú hétvégém. Csend és nyugalom volt. Csak rövid volt. Az egyetlen egy probléma, hogy rövid volt nagyon a hétvége, tehát. Túlzottan gyorsan eltelt. Ahhoz képest, hogy 4 napos hétvégéről volt szó nekem legalábbis, tehát én ezt ki is használtam. Rövid volt. Arról most nem is akarok beszélni most, hogy most úgyis most szombaton is be kell mennem. Mert most egyéb ügyem elintézi valóan lesz még a délelőtt, meg egész nap folyamán, úgyhogy ez, de ez már egy teljesen más történet szerintem. Nem ide tartozik, az a lényeg, hogy most jól vagyok. Szervusz Creo, üdvözlünk itt újra! Eddig olyan karaktereket pikkeltek be, amiket nem nagyon tudnak elszökni. És kivéve hát valaki, nem baj, megyünk a következőbe. Meglátogattam ez idő alatt még a 4 napos szünet alatt a nagyszüleimet is meglátogattam. És ugye a mai nappal meg nekem elkezdődött az úgymond hetem.
nagyjából ennyi. Egészségügyileg most jó vagyok. Csak az egyetlen nagy problémám van még mindig, hogy mindig nem tudok Overwatch-hozni, sem Demon Hunter-ezni World of Warcraft-ban. És nem tudom egyszerűen beosztani az időmet, hogy mit csinálják így a szabad időmben. Hát gyakorlatilag ennyit tudok ezzel kapcsolatban mondani. Oké, hát ha most egy gezzót be fogok tudni pikkelni. Ha nem, akkor is. Próbáljuk meg. Victory for the Forsaken. Sylvanas, akkor megnyugodtam, hogy az enemivel minden igaz, nem lesz szól, legalábbis. Fast and Dreaming. I will fight to my last breath. The crusade calls. Szokott olyat csinálni egyébként a Hearthstone, hogy ledobja az embereket az első belépéskor, de utána... Ja, hogy a Heroes of Storm, bocsánat. Nagyon szépen köszönjük, Creo, hogy tetszett a Division-ös YouTube videónk. Érdemes ajánlani másoknak is annak érdekében, hogyha valaki érdekelt a játék iránt. Hearthstone EU. Ez gondolom hasonlóképpen, mint a LoL Nexus, vagy ehhez hasonló ilyen gyűjtő honlap, ami adatokat gyűjt össze, MMR-ek, matchmaker ratingekről, meg az mi ehhez hasonlókat. Már mondjuk azt nem értem, hogy... Na mindegy, hát végül is jó. Érdekes, hogy a Division RPG és FPS egyben. Hát igen, ez elég érdekes, meg tudjátok mi az érdekes az egészben? Hogy még ilyen kocsiajtó pajzsal is neki lehet menni az embereknek. Tehát nekem azt tetszett nekem a legjobban, mint láthattátok a felvételeken. Hogy mentem előre, mint a... középkori lovag. Próbál berohamozni az ellenfél közé. Hát igen, érdekes egy játék, de mondjuk az itemrendszer, meg raftrendszere, meg hogyha a grafikán is egy kicsit még változtat, még egy kicsit finomítanak rajta, szerintem elég jó játék lesz belőle. De jó. Nem akartam lovacskázni. Egy szóval sem akartam lovacskázni. Úgy látom, már megint szórakozik a
berakódolok. Creole kérdezte, hogy XCOM 2-t nem tervezünk-e. Emlis barátunk valószínűleg ő válaszolta meg ezt a kérdést, hogy ő éppenséggel az egyet, éppenséggel most darálja kifele. Úgyhogy valószínűleg tartjuk, hogy lesz róla videófelvétel, igen. Hello, Jaina. De báncs, én békével jöttem. Mikor dúmozunk együtt? Magamban ezt a kérdést már inkább akkor ezt most én megválaszolom én magamról, tehát én igazából az igazán Doom rajongó sosem voltam. Tehát eljátszogattam kiskoromban, tehát mint ellövöldözgettem meg ott szórakoztam néha azzal is, hogy bekapcsoltam a halhatatlanságból, meg minden fegyvert, meg beadtam magamnak, és akkor úgy vettem fel a harcot a végzettel. De úgy, mint játékot, mint sorozatot, én igazából nem az igazi. Én nem tartottam az igazinak. A filmet azt megnéztem. Gyakorlatilag az egy, nem tudom, amekkora hype-ot kapott annak idején, mikor én gimnazista voltam. Hát szerintem bőven nem érdemelt volna meg annyi hype-ot. Meg annyira nagy felüdülés, mint amit annak idején azt kiadtak neki. A 3-ma meg igazából azt meg kipróbáltam a Doom 3-at, mint játékot. Hát amikor elkezdtem a játékot, azt hittem, hogy ó, de jó, legalább ez ad valamilyen régi savaborsa ízét megadja a játéknak. Hát nem kiderült, hogy nem. Tehát még meg se közelítette, hogy ő Doomnak látszódjon. Ami ez volt bennem igazából a legnagyobb felháborító dolog. Hogy nem idézze fel egy morzsáját sem a régi szép időknek, tehát valahogy ezt a varázsot, amit annak idején meg tudtak szerezni a játékosok tömegesében, bár nem most, bár nem akarok mások nevében beszélni, mert lehet, hogy másoknál ez megmaradt, meg tetszik a sorozat neki, tehát nem akarom őket megsérteni. De nekem igazából nem nyerte röviden tömören a tetszésemet. Semmilyen esetre sem. Én jártam egyszer a Doom 3-ban úgy, hogy vezettem, tehát úgymond elkísértem az egyik sebesült kolonistát A pontból B pontba, és közben rám támadt egy zombi, de nem az, hogy segített volna lelőni, hogy valamikor volt fegyvere, meg minden, nem. Ő szépen ment tovább, és mesélte a történetet, a saját kis életének történetét. Holott Sanyika meg Pistike sem volt kíváncsi rá gyakorlatilag.
és ezzel gyakorlatilag körülbelül így tudtak elveszíteni engem a játéknak minden egyes hírmózsájával. De hát ízések is pofonok. Nem akarok beszélni, nem a TV nem szeretne, nem akarna beszélni a filmről, de azért ezt muszáj megemlíteni, amikor elkezdték azt a nézetet beadni a film jelenetbe, hogy mint a tényleg az FPS módit itt így bemutatták, hogy hú, de jó, most minden van meg. Csak annyi problémája volt, hogy semmi története nincsen. Bent van, ott vannak a Marson, szép, nagyon jó, gyönyörű sárga. Vörös bolygó a továbbra is vörös színű, mint a smaragd fa. De felül semmi történetet nem mutat, tehát hogy miért jöttek létre a szörnyek, miért kell egyáltalán a Mars, miért akarják bekolonizálni a Marsot egyáltalán? Mert most így van víz, oké, van víz a Marson, persze, hát az emberi erőforrás az továbbra is, hogy rohamosan fogyik, ez tény és való, de ez most miért ad egy történetpontot csak az, hogy nincsen hogy víz utánpótlásért kutatnak az emberek. Akkor miért nem települtek be oda és építettek kolóniákat? Miért kellett most ilyen genetikai mutánsokat kifejleszteni ahhoz, hogy most legyen bizonyíték a Mars bolygónak a létezéséről? Mert most nem értettem igazából én sem. Hát igazából, hogy egyszer használatos filmnek elnevezném, mert hát én megmondom őszintén, én nem nevezném annak, mert ez számomra ez egy eltetlen egy film volt, tehát, és hát jó, tisztelet a kivételnek, mert valaki szereti, tehát nem sértem meg továbbra sem, de nekem nem nyert el a tetszésemet. Sem így, sem úgy, tehát. Oké, grabobomb idő jött volna, hogyha nem Jaina nem. Hát nem tudom, ha igazából egy horrorfilmre vágyik, vagy valamilyen jumpscare-es filmre, tehát előugró, ijeszgetős filmre vágyik az ember, akkor azt mondom, akkor nézze meg a Gonosz halottakat. Tehát igaz, hogy ki tudja már hány éves film az is, de ezerszer jobban megszórakoztatja az embert, mint egy Doom 3. Meg az a furcsa érdekes, hogy el van nevezve a film Doom 3-nak, de hol van az első kettő film? Hol van ennek a nyoma, vagy valami? Tehát most nem is elfelejtettek matematika órán számolni, hogy az első szám nem három, hanem egy. Tehát egyszerűen kész rejtélye szám. Ojjj. Trali-mali. Nem mérgezel meg. Legalább a miénk lett, jó. Megyünk is haza.
wickedness of hell dwindles before me. Oké. De legalább a szándék bennem meg volt, hogy megpróbáltam berántani őket olyan helyre, ahol el szerettem volna. Ojjaj. Ideje megnyomni az escape gombot. Charges. Hát, a futás, szégyen lesz a futás számomra, de majd hasznos viszont. Hát, ha még ott van. Hát, nem érem el, de nem baj, akkor elvisszük. Ne! Ó, Istenem! Faszter! Na jó, mondjuk várattam volna. Gondoltam volna, hogy ennyien gyorsan beszedik. Legalább reménykedtem volna, hogy valaki leül nekem, megáll nekem segíteni, de nem baj, akkor is nekem kell most igyekeznem. Gyerünk, turátek, gyerünk! Összecsomagolunk és megyünk tovább.
Na most range-et adok neki, tureteknek. Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Dörjön a lé, dörjön a lé! Jön a lé, dörjön a lé! Szólna terem, és most! Megvan. Éppessége, hogy sikerült. Mit kap... Kreó kérdezik, mit kapok, hogyha összeszedem a tureteket Gezlóba? Életet? Manát? Nem, hanem manát kapok vissza. Főképpen csak manát, és talentoztatva ki lehet talentoztatni, hogy gyorsabban töltődjenek vissza a cooldownjaim. Amit látod, hogy épületekből kaphatok ilyen csavarokat. Tehát akár manuálisan is lebonthatom a tureteket, ebből is nyerhetek cooldownt meg mana regent. Ennek igazából csak a CD csökkentés a lényege ennek a turetek összeszedésének. Utás! Utás! Hogy is volt az a nerfelés elméletileg, hogy Regal nem tudja magár, nem tud magára healelni? Hát pedig nagyon-nagyon tud magára healelni. Na jó, szedjem a... Igazából ezt a Gezlónak a trédjét ki lehet használni, hogy gyorsabban töltödjön vissza a Heroic. Tehát igazából most azért megyek erre a buildre most túlzottan, hogy a Gravon Bombot többször tudjam használni. És sikerült! Megvan! Igen!
Yes! Olyan büszke vagyok magam, hogy vége sikerül. És szépen bevontottunk egy csodálatos meccset. Jaj, de jó! Közel vagyok ahhoz, hogy megszabaduljak a specialista questemtől. Jaj, de jó! Hogy mi, Szervusz Mekkajósz, hogy mi sikerült? Hát Gezzóval, Gravomomban összerántani embereket egyszer az életben. Az sikerült. Mert a jó esete 99%-ában nem szokott nekem összejönni. Főleg Solo Hero League-en. És kifogytam a vízből, úgyhogy mindjárt jövök. To the Horde. This realm needs me. Fú, még időben visszaértem. Timi lassan, hogy mióta, én Timi mióta moderátor a csatornánkon? Hát szerintem van, egy másfél hónapja, én azt hiszem. Egy hónapja biztos ő van már. Haj, megint egy Battlefield of Eternity. Hajj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 
csapat játék lesz hátha. Is on.
Az enemy teamből eddig úgy néz ki, hogy az a Leaming az, ami nagyon veszélyesebb. Zagara vad a második helyen, harmadik helyen igazából, meg a Lunarától attól meg nem igazán ő. Mi lesz az utolsó pikk az ellenfélnek? Most éppen nem kellene, akkor most szerintem erre be fognak pikkelni egy Muradint. És nem, Diablo lett belőle. Igen, amúgy nem csak a... Igen, tehát hogyha elhangzott egy ilyen poénos beszélgetés, ugye, hogy a fizetett lájkolás, na, akkor most ezt most rendbe szeretném tenni mindenkinek. Én tudom, hogy ez csak poénak indult, de azért, hogy az újonnan érkezőt azért csak, hogy fel legyek világosítva, hogy ugye a követést azt... A követést az ugyanígy bárki megteheti ingyen és bérmentve. Viszont ugye feliratkozás, tehát úgymond subscriber, előfizető, meg ugye lehet valaki, bárkiből lehet, ami azt akarja magába, hogy egy kisebb összegű támogatással támogathatnak bizonyos oldalakat, de szerintem ezt így már tudjátok, nem tudom miért kezdtem el ezt magyarázni, de meglep, ha feljött valami téma, akkor arra válaszolok is, ugye. El tudom képzelni, hogy most mennyire szíthatnak engem, hogy hú, Gezlót hozott, úristen, most végünk van, mi lesz velünk, nem fog tudni semmit sem csinálni Leavinggel szemben, se Zagarával, se Lunarával szemben, és meg fog minket ki fog minket fingatni ezzel. Krigors, üdvözlünk a Monostorban. Köszönjük a followot. A sört, a bort, a pálinkát, és esetenként valamit még a robot megtalál a boros pincékben. Érezd jól magad, és jó szórakozást kívánunk, és még egyszer köszönjük a followot. Elhamöltra a skin is kellene nekem! Nekem most be kell kutaznom. Kutatnom kell a kutat. Főleg, hogyha ez a hidrolisz engem békén hagyna.
full erő az most betegszik. Én most csak szépen itt ütögetek, meg szedegetem. Gyerünk! Váh! Így a kutya meg a macska mája rúgnál meg. Gyerünk fel védekezni. I require more mana. Ne, kutazz! Még tudtam kutazni. Az áldozata nem volt hiába való a kultnak. Ott egy dióra. Van egy érzésem, hogy az a hátulökés az nekem lett száma, de hál' Istennek nem sikerült engem úgy eltalálnia. De annak a Livingnek viszont meg sikerült. Nem! Hát igen, nekem is az a szombati nap, az nekem most be lesz táblázom majd, de lehet, hogy este... Bár mondjuk nekem engem nem érint a szombat, úgyhogy mindegy. Hogy... Felteszem akkor ugye szóban is a kérdés, hogy felmerült bennünk egy olyan kérdés, hogy ő Hearthstone. Ki lenne benne Hearthstone-nak a közvetítésében? Mármint úgy értem, hogy a Dalaric Monastery-től mennyire szeretnétek látni, hogy Hearthstone-t közvetítsünk bármilyen formátumban. Jaj, Diablo! Diablo-ik! Diablo-ik! Bum! Szia!
Ne, ne, ne érkezz! Ne, 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 ne ölj meg, 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 ne ölj meg. Tudatépítési funkció aktiválva. Dononafébia. Nem kapta őket a mospit? Az hogy? Nesze. Hát, magyarországi Hearthstone közvetítések nagy a konkurencia, hát végül is, ha most úgy veszük, a Heroes of Stone-ba is most már megszaporodott most már a streamer közösség. De úgy tűnik, úgy érezzük, hogy a csapat, a embereknek a java része az nem. Alárakom a bombát és nem számolódik be, ez hogy csinálja? Ossza meg ezt a kereti kérdést meg velem. Jaj, ne! Ne! Hát ez is egy vélemény, ha most úgy néztük, de azért köszönjük a... Köszönjük, hogy a válaszokat, de ez is egy vélemény, tehát igazából akkor úgy vettem észre, hogy nem nagyon szeretnétek Hearthstone-t látni. Pedig hogy flasheltem volna az új Lady Leandrin's Hearthstone lapos hőszkinemmel. De hát ezek szerint nem fogok. Na és ki szeretne majd Overwatch közvetítést látni, most felteltem ezt a kérdést? Na? Na? Na?
senkit. Nem? Bum, bum. Áj, és a zagor a száj. Jó. Jó, most már nem halok meg. Jó. Jó, meghaltam, most már megvolt. Kép kívánsága megvolt, úgyhogy... Megvoltunk. De nem szerettek engem itt. Azt csinálom, komám, azt csinálom. Azt hittem, legalább hármat elkapok. Hát igen, a nyerésért... Akkor ezt most inkább felolvasom, hogy... Úgy tűnik, hogy nagyon örül mindenki, hogy óracsot fogunk közvetíteni majd a közeljövőben, ha eljön az ideje persze. Creo írja, ha bukjuk a meccset, akkor mínusz 101 pontot kapunk, mert az előbb 100-at kaptam győzelemben. Nos, hát ez igazából ez úgy működik, hogy általánosságban 99 pontot szokott adni egy győzelemért, de gondolom egy sorozatos nyereség után ad egy plusz egy pontot, tehát akkor így lesz meg a 100 plusz győzelem pont. De viszont erességét nagyon sok pontot volna, sokkal többet volna, mint amit nyerne az ember. Tehát nekem ezért nehezebb nekem feljutni rangokban bizonyos időszakonként. Mindig elfájtom, hogy Gezzó most már nem tud ló hátról lebontani a tureteket. És most van most már szépen grabobombom. És most senkit nem kaptam el. De jó vagyok. Igen, ez sajnos az ilyen rendszer. Ez csak ez egy ilyen rendszer, de hogyha most végignézzük az összes Hero Brawler vagy MOBA játékot, ami most még közös nevén így szólítjuk őket. Jaj, ne!
És megint nem tudtam berántani senkit sem. Jó, ez most már ez a gaming, ez most már kezd életveszélyessé válni. Creo, hát ez... az... legalább neked van úgymond konkrétabb életcélod. Ezért irigyelni tudlak, ilyen emellett efelől semmi kifogásom nincsen. Tehát örülök neki, hogy te inkább elhatározhat magadat, hogy megleteszed a jogosítványt, és aztán szeretné magadnak autót, kocsit, tehát kocsit, motort, tehát minden, ami úgy kézre esik. Ne! Ó, hogy ez a... tehát én ezt nagyon értékelem egyébként tényleg. Hát sok sikert kívánunk neked, Creo, a kocsinak a megszerzésében, a jogosítvány megszerzésében, meg minden egyéb máshoz is. Sok sikert kívánunk neked, és reméljük, hogy valóra tudod váltani a kívánságodat, álmodat, meg vágyadat. És remélhetőleg majd összedobsz nekünk egy Dark Monastery furgont, beépített stúdióval együtt. Hát, azért tudod, hogy tenni kell, hogyha meg is legyen, tehát... mert ugye a fontossági sorrend, hogy most meglegyen az autó, meg a jogosítvány, ahhoz sajnos nagyon keményen össze kell kaparni a pénzt. Most nem a legjobb példát hozom fel most erre az esetre, de például erre a számítógépre, ami most jelenleg van nekem, most, ami most éppenséggel most közvetítek, meg játszok is, ez körülbelül... 8 éven betellett körülbelül, mire össze tudtam szedni ezt a gépet, ami most éppességgel van. 8 éven betellett. Azért gondol csak el, hogy most 8 év alatt most mennyi kellett összespórolnom? Jó, az most... ne vegyük az én esetemet, az, hogy én nem dohányzok, nem iszok alkoholt, nem használom el különböző fehér poroknak a beszippantására. De ezen felül nekem, én fizetem magamnak az ebédet utána aztán, és még sorolhatnám még, hogy mik költségeim vannak még ezen kívül, amiket most így elmondogattam. De végül is ez is költség, tehát nem kis pénzeket költök el én sem azért. Gyerünk! Ajaj, menekülés! Jó, és miért fordulok vissza? Miért? Hát... nekem mondod, Dömvész, hát én most éppenséggel most ezzel szívok én is most ezen a meccsen, most gyakorlatilag. Éppen most, hogy éppen túléltem ezt a menetet a Leaning-gel szemben. Csak az a baj, minket be is vannak ezzel így... szemüveg vagy valami csoda kontaktlencse nincs, kérdezte meg, megfajolsz. Hát én erre a fény, én ezt a fényre sötételődős szemüveget irattattam fel magamnak, én távolra nem látok jól egyáltalán, tehát szemüveg nélkül én távolra olyan vakegér lennék, mint a Wakanda legényükben körülbelül.
halljatok meg, ne halljatok meg, ne halljatok meg, ne halljatok meg, itt van a cooler! Hát ezt nem hiszem el. Na jó, futás. Ha csak egy pár másodpercet váltok volna tovább, akkor talán még segíteni is tudtam volna ott. De hát ez... Na, az akkor elhasználta a heroikját, szép. Nem, mint hogyha nem lenne olyan. Háme, háme, há! És áá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 á
Hát ez sajnos fájt. Ez bizony sajnos elkerülhetetlen volt ez a vereség. Meg Creo, hogyha valami baj van a szemeddel, akkor inkább minél hamarabb ajánlok neked egy szemorvost, tehát hogy mindenféleképpen nézettesd meg, vizsgáltasd meg, és nem szabad halasztani semmi esetre sem. Hát szerintem már ennyi fér bele a mai napba, úgyhogy elmondok még egy pár hasznos információt a jövőre vonatkozóan, tehát akkor ha valaki esetleg lemaradna, ismétlem, ha csak lemaradna, akkor nem csak ez a közvetítés fog felkerülni YouTube csatornánkra, a Dánaik Monosztéri YouTube csatornájára, hanem az előző hét pénteki adása is felkerül YouTube csatornára, és próbáljuk ezeket, vagyis Embiz barátom megpróbálja ezeket majd folyamatosan feltöltögetni folyamatosan, hogy YouTube-on kerüljön fel valami kisebb tartalom is. A másik dolog, hogy nagyon szépen köszönjük a followot, a követés, és reméljük, hogy még sokan mások fognak hozzánk csatlakozni. Ne felejtsetek kell minket követni minket Twitch-en, Facebookon, illetve YouTube csatornánkon, mint ahogy azt már az előbb említettem. Felnézni oda is, mert sok újdonságot és sok érdekességet fogtok még mindig találni a jövőben, tehát mindig lesz valami, mindig fogunk valamit csinálni, mert olyan nap nem lesz, hogy na, hogy csak ülünk a babérjainkon és nézünk ki a fejünkből, hanem csináljuk, itt vagyunk, és lehetőleg próbáljátok ismerőseiteket is becsábítani ennek a közvetítéseknek a nézésére, de szerintem most már a reklámfelületben most már tényleg nagyon elég is volt, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, időtöket, kérdéseiteket. Ha esetleg lenne valami műsor ötleteteket, amit például most Twitch-en megtettetek, akkor nyugodtan Facebookon és illetve YouTube csatornánkon feltehetitek az ötleteket, illetve megoszthatjátok velünk a gondolataitokat, hogy igazából, hogy hát ha lenne valami elképzelésetek, hogy mit szeretnétek jobban látni a csatornán. És most már tényleg befejeztem a reklámszöveget. És ne felejtsétek el, a Nexus kapuja ma bezár, holnap egy új nap vár. Legközelebb Hírózosztomban majd pénteken fogunk jelentkezni, úgyhogy kellemes estét kívánok nektek, jó éjszakát kívánok mindenkinek, és mindenkinek sok sikert és kívánom nektek, hogy az álmaitok, vágyaitok teljesüljön, úgyhogy
Szép álmokat kívánok mindenkinek. Sziasztok!